A Magyar Falu programban tavaly nyert tartaléklistáról a Maros-Lelei önkormányzat 24 millió forintot arra, hogy felújítsák a falu központjában álló jegyzői lakás belső helységeit. Ehhez az összeghez a falu vezetése még 14 millió forint önerőt volt kénytelen hozzáadni a komoly áremelkedések miatt. Jelenleg is folynak a munkák, Drimba Tibor polgármester stábunkat beavatta a részletekbe. A kivitelező jelenleg már az aljzatbeton elkészítésén, illetve már azon túl is jár. Tehát gyakorlatilag egy időben többféle munkafázis is van most folyamatban. Ha itt szétnézünk, maga a villamoshálózat fejlesztése is folyamatban van, de folyamatban van a burkolat elkészítése, a hideg burkolat. Azon túl már van olyan helység, aminek a festés előtti készületei folynak. Mint megtudtuk, nincs szükség az épület teljes felújítására, ugyanis az elmúlt években egyéb más pályázatokból gyakorlatilag az összes külső munkálatot el tudták végezni. A korábbi pályázati forrásnak köszönhetően a külső nyílászárók azok már kilettek cserélve, a homlokzat hőszigeteléssel lett ellátva, ugye a tetőszerkezet lett kicserélve, és hát ami ugye az egyik legfontosabb része az, hogy megújuló energiával lett ellátva az épület, gyakorlatilag napelemrendszer látja el a teljes energetikáját ennek az épületnek, így a fenntartása az ebbe az időszakban, meg pláne szerintem a legszerencsésebb, hogy gyakorlatilag nulla költségből lesz fenntartva maga az épület. Ezért is gondoltuk úgy, hogy a civil szervezetek számára is a legideálisabb lesz ennek az épületnek a használata. Azon túl, hogy itt az idősek és a fiatalok egy helyen tudnak majd adott esetben összejönni, és itt a Falu Múzeummal is társítani tudjuk ezt, így a múlt az a jelenbe átadható lesz majd az utókor számára is. A polgármester elmondta, minden szükséges infrastruktúrával el lesz látva az épület, egy félreeső részen például egy kisebb konyhát is ki fognak majd alakítani. Drimba Tibor rávilágított, szeretnék, ha a munkákkal már ez év szeptember végén végezne a kivitelező, hogy a maros leleiek minél hamarabb belakhassák a létesítményt.